A Robur expedíció 2004-ben indult útjára először az athéni olimpia apropójából. Annak idején a résztvevők hozzátartozói azt hitték, ezzel az autóval még Kecskemétig sem jutnak el. Ottóék erre többszörösen rácáfoltak. Athénba indultunk 2004-ben, azt a 3800 km-es túrát is sikerült megtennünk, meteórára is fel tudtunk menni. És akkor már akkor megálmodtuk, hogy ezt a Pekinget meg kell csinálni, ami 3,5 hónapos túra volt. Jó kihívás, hogy egy ilyen régi autóval egy ilyen nagy túrát megtenni, hatalmas élvezet. A Robur egy kelet-német gyár egyik szériája volt, és ez a különleges alakú, tágas belső térrel rendelkező kis busz már a 80-as évek végén belopta magát Otto szívébe. Így egyértelművé vált, hogy ehhez az expedícióhoz a Robur lesz a megfelelő járgány. A bájos külcsínyen kívül van egyéb ok is, hogy emellett a retro típus mellett döntöttek. Mindig történik valami, az a lényeg. Szóval, ha lerobbanunk, megcsináljuk. Ott helyben? Ott helyben, persze. Ha leszakad a kardán, akkor fölfúrjuk, fölrakjuk, szóval könnyű, valami mindig van. Könnyű javítani. Igen, könnyű javítani, az a lényeg. Főleg mi csináljuk, de van egy nagy segítségünk, a Pécelen a Cseppeles Vanzer Jani bácsi, ő már 50 éve utazik az ilyen, az ilyen veterán szakmába, és ő rengeteget segít nekünk. Hát most még lesz egy motorcserénk, lesz egy hátsó futómű, javításunk, szóval van még munka. Ekkora távolságok megtétele közben nyilván adódnak váratlan helyzetek is. Kazasztánban, aztán a fővárosában ellopták a hátsó rendszámot, az nem esett annyira jól akkor kifelé. Volt olyan például Mongóliában, hogy a puszta közepén, Mongólia közepén arra ébredtünk, hogy így dülöngél a Robur. Reggel 8-kor, hát nyilván arra gondoltuk, hogy mongolok fölmentek a tetőcsomagtartó és lopogják a cuccokat. Az kiderült. Kiszálltunk, hogy a tehenek dörgölöztek a Robur oldalába. Elég vicces jelenet volt. Vajon a család mit szólt ehhez a különös ötlethez? A család eleinte nem nagyon örült, hogy nekivágunk ezeknek a dolgoknak, úgy, mint az Otto, gondolom, a feleségével, és így van meg a többi barátaimnak. De most már belenyugodtak. Sőt, ők is várják, hogy az útnak az elejét és a végét is. Londonban élő honfitársainkkal nagyon jó viszonyt ápolnak. Ennek köszönhetően egy különleges lehetőséget is kaptak a londoni magyar szurkolói klubtól. Egyedül minket engednek oda a táborhoz, hogy mi Roburral be is parkolhatunk, mert a hely szűke miatt más autó nagyon nem is férne oda. Ahogy néztem a kis videójukból, max 3 autó, hogyha elfér. Szóval ez nagyon megtisztelő számukra. Facebookon írtam nekik, és egyből válaszoltak. Hát együtt csöröztünk még Athénban, úgy jó érzés volt, hogy egyből minden kérésünket úgy teljesítették. És hogy Ottóik meddig szeretnék még róni a kilométereket, az szerencsére nem az autójukon múlik. Hát itt a család kérdés, meg tényleg én most 35 vagyok, Attila barátom 46, az idő megy, és hogy ne legyen probléma, még egy olimpia lesz ezen kívül bennünk, a legfontosabb, amely megkérdezted, a Rio de Janeiro, az a föld körüli. Ugye, amikor Athénba mentünk, akkor nagyon Pekingről álmodoztunk, hál' Istennek az is sikerült. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Mongólia, Kazasztánt keresztül kasva végigjártuk, Oroszországot is persze beleértve, és utána a Rio, ami egy minimum egy fél éves túra lesz, szóval azt még mindenféleképpen meg akarjuk csinálni 2016-ba. Földkörüli túrni a Roburral, és utána biztos, hogy akkor egy, vagyis én legalábbis egy 20 évig biztos, hogy nem fog ilyen nagy körutakra menni. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen most a londoni ötkarikás játékokra fókuszálnak, építgetik, szépítgetik a kis buszt, de hogy fest egy ilyen Robur belülről? Csak úgy már hatalmas hely van. Napközben így tudunk utazni, még táncolni is lehet menet közben. Este meg nyilván lehajtjuk, és akkor 4 ember kényelmesen, meg 5. itt szokott lent aludni, viszünk ugyanúgy szivacsot, és bőven elférünk. Így van. Meg még ott a 2 üléssor, ott is azon is hosszába el lehet férni. Kényelmesen.
Hát igen, valaki sakkozni szeret, egyesek bélyeget gyűjtenek, mások pedig egy robotra beutazzák a világot. És ha esetleg kedvet kaptatok, hogy valamilyen formában részesei legyetek ennek a speciális élménynek, keressétek fel őket bátran.